A Pesti Magyar Színház színpadán egy igazi klasszikus, legyetek jók, ha tudtok. Az 1500-as évek Rómájában játszódó színdarab Néri Szent Fülöp életét dolgozza fel, aki nem szabályok szerint éli meg a hitét, hanem puszta jósággal, és ezt tanítja a koldus gyerekeknek is. Fülöp atyát a Kossuth és Jászai Mari díjas Eperjes Károly alakítja. Nagyon jó feladat, szép kihívás. Játszottam már szentet, meg papot is életemben, de ilyen szociálisan érzékeny, ennyire finom homorú és lírai finomsággal megáldott embert az ember ritkán játszik. Nagy öröm. Vajda Kati olyan minőségű színpadra írást kreált ebből a színdarabból, vagy ebből a filmből, amit sajnos szerintem még a világon nem nagyon tudnak. Úgyhogy ez egy nagy kuriózum. Gyönyörűen megírt a színpadra. Ez olyan nehéz megírni az ilyesmit, aminek van egy ilyen nagy filmsikert utána színpadra átírni. Most már, ha jó Isten megsegít, akkor a premierig én nem is nézem meg ezt a filmet, de ha majd legközelebb megnézem, én nem lepődnék meg, hogy ez az átírás erősebb, mint a film. Mert valami nagyon eltaláltak, hála Istennek. Úgyhogy én nagyon harcoltam azért, hogy ez a darab itt Budapesten is látható legyen. Miért? Fülöp, hogy szerint ez a normális élet? Én jól el vagyok. A darab rendezője Nagy Viktor, akivel Eperjes Károly először dolgozik együtt. Ez az első közös munkánk. Ő is, én is kísérleteket tettünk arra, hogy dolgozzunk együtt. Veszprémben, Győrben, amikor ő ott volt, soha nem jött össze. Egy másik pesti előadásban is, ott se jött össze. Nagyon örülök, hogy most ebben találkoztunk, és jó vele dolgozni, mert már ritka az ilyen lelkű rendező. Eperjes Károly szerint a darabnak fontos mondani valója van a gyerekeknek és a felnőtteknek is. A gyerekeknek biztos, hogy egyszerűbb lesz, de ugyanaz lesz, hogy legyetek jók, ha tudtok. Mind a kettőnek ugyanaz lesz a mondani valója. A felnőttek a négyszeres ördögi kísértő, illetve a teológus két út, az Ignác és a Fülöpi út következtében biztos, hogy ha jól játsszuk, és igyekszünk, akkor ez felnőttnek, fiatalnak, gyereknek egyaránt komoly előadás lesz. Természetesen a gyerekeknek ez egy gyermeki síkon is fogható, nagyon, nagyon evidens előadás lehet, legyetek jók, ha tudtok. Ennek a darabnak nagyon sok vígjátéki eleme van. A gyerekek viccesek, nagyon aranyosak, nagyon kedves. Helyenként egy picit olyan vulgáris szövegeket, mint utca gyerekek megengedhetnek maguknak. Tehát nyelvileg is roppant érdekes, és nagyon, nagyon vidám tud lenni. Tehát ez a vidámság és gondolatébresztés váltogatja egymást. Tehát a legjobb csomagolásban van ez a dolog. Nagy Viktor úgy látja, Fülöp atya alakját megjeleníteni a színpadon nagyon hálás, de ugyanakkor megterhelő is. Nagyon nehéz. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy hálás, mert hogyha jól megcsinálja az ember, akkor a közönség ezért valószínűleg, hogy sikerrel fogja jutalmazni a színészt.